az emberek nem tudnak semmit se kezdeni. Érted? Mi van a függöny előtt? Például volt 2 éven keresztül járvány a függöny előtt. Oké? Most pedig a függöny elé kiraktak egy háborút. Oké? Na most akkor gondolkozzatok egy kicsit, jó? Tehát azzal, hogy járvány van, az emberek nem tudnak semmit csinálni, nem? Mit tudnak? Hát azzal nem lehet forradalmat kirobbantani a járvány ellen, nem? Hát most hogy lehet a járvány ellen küzdeni? Van még puskával vagy pisztollyal se lehet küzdeni a járvány ellen, nem? Hát az olyan dolog, hogy az ilyen, ez a, tudod, tipikus, azt szokták mondani, ez a nesze semmi fog meg jól, tudod. Tehát azzal tényleg senki semmit nem tud kezdeni. Tehát az van, kész, az emberek nem tudnak semmit se kezdeni. És akkor onnantól kezdve lehetett mondani, hogy a járvány miatt van ez, a járvány miatt van az, a járvány miatt van nem ez, és nem más miatt, érted, ezt rá lehetett fogni. És mondjuk ez a fajta, amit műveltek a járvánnyal kapcsolatban, az még rátett 2 lapáttal. Nem egyel, hanem 2-vel. Erre a gazdasági jellegű problémára. Oké? Miért? Mert fogták, ezt országok leállították a termelést. Hát persze, hát persze, hogy rátettek 2-vel, 2 lapáttal. Na mindegy. Akkor nézzük tovább. Tehát gondold végig, itt van most egy háború. Most látsz egy háborút. És mi van akkor, hogyha ez a... Én csak úgy kérdezem tőletek, jó, hogy gondolkozzatok el, tehát nem feltételezek semmit. Csak mondom, mi van akkor, ha például mit tudom én, a Putyin, a Biden, meg mondjuk az Európai Unió első számú 1-2 embere megbeszélte azt, hogy csináljatok egy háborút. Mi van akkor? Mi van akkor, ha azt mondták, hogy az emberek nem számítanak, meghalnak, meghalnak, annál jobb, legalább kevesebben lesznek. Hm? És erre megint rá lehet fogni jó kis válságokat, meg mindent, meg pénzromlást, meg mindent, amit csak el lehet képzelni, érted? Az emberanyag nem számít. Hát van ember elég, amennyi meghal, meghal. Honnan tudod, hogy esetleg nincs egy ilyen forgatókönyv? Hát te elhiszed, hogy bármelyik kormányfő, bármelyik államelnök az az emberekért van, mikor bebizonyosodott, hogy az elmúlt 2 évben, hogy egyáltalán nincsenek az emberekért? Hát honnan tudod, hogy nem volt egy ilyen forgatókönyv? Én sem tudom. Én csak mondom, hogy simán meg tudják csinálni. És gyakorlatilag azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak, ha végig gondolod. És az egész. Honnan tudod azt, hogy az orosz oligarcháknak a bankszámláját zárolták? Azért, mert azt mondja a média. Honnan tudod? Tudod? Nem tudod. Azt mondom, a média mit akar. De én nem mondom, hogy nem zárolták, vagy nem zárolták. Én csak mondom, hogy te honnan tudod, hogy zárolták? Honnan tudod, hogy nem férnek hozzá a pénzekhez, és majd ezáltal Putyin ellen fordulnak? Honnan tudod? Senki nem tudja. Legfeljebb az, aki éppen egy orosz milliárdos, érted, hogy valamihez nem fér hozzá. Ő tudja azt, ki más. A másik milliárdos, ha neki is van ilyen problémája. Tehát az, hogy mit mond a média, honnan tudod, hogy ezek a szankciók, ezek komolyak-e? Honnan tudod, hogy például azt mondják, hogy ennyi-annyi repülőt vagy ilyen-olyan hadianyagot küldünk Ukrajnába. Honnan tudod, hogy küldenek? Láttad azokat a szerelvényeket, amin mentek? És át is mentek a határon. Láttad? Hát még olyat is lehet csinálni, hogy utazgatnak vonatokon ilyen hadianyagot, aztán azt hiszik az emberek, hogy viszik oda. És akkor látták az emberek, hogy átment azon a határon? Honnan? Honnan tudod? Hát ha az oroszok komolyan akartak volna foglalkozni ezzel a kérdéssel, akkor fogták, az 10 nap alatt lerendezik ezt az egész kérdést. 10 nap alatt úgy, ahogy van. Hát januárban volt egy
óriási lázadás Kazasztánban, érted? És egy majdnem európányi ország Kazasztán területe, érted? Tehát mit tudom én, éppen néztem tegnap, Európa teljes területe az ilyen 4 millió négyzetkilométer, Kazasztán meg 2,7 millió négyzetkilométer, érted? Majdnem akkora, mint Európa, legalábbis ez a jó része, érted? Na most, és oda mentek az oroszok, és egy hét alatt oda küldték az elitet, és egy hét alatt lerendezte, érted? Azt a bazi nagy országot megnéztem, 18 milliós ország, tehát még a lakossága sem olyan kevés, ez most volt januárban, mondhatnánk azt, hogy hadgyakorlat. És, de oda az elitet küldték, oké? És ide miért nem? Hát én nem tudom, hogy miért nem, csak úgy gondolkoz. Tehát az emberekkel ez a mennyi, 800 ezer ember úgy játszik, hogy akar, érted? Ez a minden tízezredik, de nem minden századik, minden tízezredik, hát úgy játszanak, hogy akarnak, és te azt hiszel, amit akarsz, hogy te mit hiszel, nekem ez tök mindegy, te azt hiszel, amit akarsz, érted? Én is, neked is mindegy, hogy én mit hiszek, érted? Ennyi. Tehát én nem azt mondom, hogy ez így van, én azt mondom, hogy így is lehet akár, nem? Tehát a feltételezés mindenben benne van, ebbe is. Hát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk van egy egymilliós, több mint egymilliós hadserege a Putyinnak, most abból meghal mondjuk akár tízezer ember, hány százalék? Hát mi az? Semmi, érted? És ugye a média, hallottam egy média szakembertől, hogy két hét alatt át lehet formálni az emberiség gondolkodását, két hét alatt, érted? Nem egy ilyen kis szakember, egy nagy szakember mondta, hogy a médiánk, média segítségével két hét alatt át lehet formálni a gondolkodásukat az emberiségnek. Na most onnantól kezdve, hát gondolom, nem tudom, látjátok-e, hát olyan híreket nyomnak, amit akarnak, nem? Te azt hiszel, amit akarsz. A egyiket elhiheted, a másik nem. Hót ellentétes hírek is vannak, nem? Miért a izéné nem volt ugyanez a járvány idején? Nem voltak ellentétes hírek? Ugyanúgy voltak. Mutogattak olyan képeket, ami a járvány idején, ami egy múlt, mit tudom én, hány évvel ezelőtti kép volt, és az emberek Olaszországban, mikor vitték a koporsókat, érted? Az mit tudom hány évvel ezelőtti kép volt, és azt tették ki a világba, a médiába, hogy tömegével viszik az embereket a hullaházba, a koporsóba, érted? Csak nem akkor, így van. Miért is most gondolod, hogy mit tudom, nem lehet azt megcsinálni, hogy mit tudom, hány olyan ház van, vagy volt mondjuk az elmúlt évtizedekben olyan ház, amit bomba találatért. Nem lehet olyat berakni a médiába, mintha az most lenne. Hát gondold végig. És akkor ugye lehet nyomni, hogy a lakosság ellen indult a támadás. Hát csak most mondta példát, nem tudom, hogy hogy van, megmondom őszintén, nem is érdekel, hogy hogy van. Miért nem érdekel? Mert nem hagyom, hogy befolyásoljon, érted? Na az embernek van egy élete, most gondold végig, ha te azzal foglalkozol, hogy mi történik Ukrajnába, érted? Attól neked könnyebb lesz az életed? Hát biztos, hogy nem. Nem? Ugyanez volt. Ha azzal foglalkoztál, hogy mikor a járvány helyzet volt
járvány mizéria, azzal foglalkoztál, hogy mi van Angliában, meg Franciaországban, meg stb. Ausztriában akár, attól neked könnyebb volt az életed? Nem. Hát van egy alap dolog, az ember azzal foglalkozzon, amin tud változtatni. Például a szomszédnak van baja, tudsz rajta változtatni? Nem, akkor meghagyjad a francba. Érted? Nem? Főleg, ha nem is kéri a segítségedet, meg a tanácsodat. Oké? Tehát az ember azon, azzal foglalkozzon, amin változtatni tud, de az emberek nem ilyenek. Ez ilyen volt az ember addig, míg nem volt ilyen mértékű média. Hát én nem láttam például azt, nem gyerekkoromban, hogy az emberek újságokat olvastak. Nem láttam. Tehát Szabolcsba, oda a ukrán határ szélére, tehát oda, ott nem olvastak újságokat az emberek. Sőt, tévét sem néztek, mert az se volt. Ugye mikor volt először tévé, már az eszemet tudtam, akkor az egyik nagynéném, nagybátyám vett egy tévét. Senkinek nem volt másnak tévéje, még a környéken se. Érted? Mindenki oda járt hozzá tévézni. Ez már nem is későn volt, mert ez már a 70-es évek legeleje volt. Érted? Tehát a 70-es évek legelején még nem voltak szerte a világban tévék. Érted? Legalábbis Magyarországon, főleg vidéken nem volt. Hát én még visszaemlékszem arra, hogy nem volt áram se a nagypapánál. És petróleum lámpával világítottak. Nem volt áram. Tehát ugye 68-tól jártam hozzájuk rendszeresen, és 68-69-70 környékén még ilyen helyzetek voltak ott. Érted? De mit foglalkoztak ők valamit is a hírekkel? Hát amit híreket hallhattak, az a rádión. Már ahol volt rádió. Az se volt minden lakásban. Így van, rádió se volt mindenkinek. Mennyivel felhőtlenebb volt az életük, gondold végig, nem foglalkoztak olyan problémával, ami nem érintette őket. Érted? Hát a világháború, vagyis nem világháború, de szomszédháborúval is akkor kéne foglalkozni, ha fejedre potyog a bomba, nem? Nem? Vagy rosszul gondolom? Hát nem, hát most ott bombáznak, és akkor az az ő dolguk, nem a miénk, nem? És ebben jól mondja a miniszterelnökünk, hogy ebben nem szabad bele beavatkozni. Tehát teljesen egyetértek vele, hogy nem szabad beleavatkozni. Így van, semmi közünk hozzá. Hála Istennek, ahol magyarok élnek, ott semmi nincs. Hála Istennek. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy a testvéreinknél van probléma. Oké? Ukrajnában egyébként nem jellemző, hogy hunok élnek. Például Kazasztánban ott vannak ujgurok, csuvasok, érted? Ami nem is kevesen, mert több százezer. Több százezer Kazasztánban. Érted? Aki rokon nép. De mi közünk van nekünk az ukránokhoz? Semmi. Nem? Hát nyugodtan legyél együttérző. Csak azt tudod, mit jelent? Az a félelem alatti szint. Tehát az rosszabb hangulat, mint a félelem. Semmi gond, nyugodtan érez együtt. Mondom, de az a félelem alatti hangulat. Oké? Ha te azt akarod, hogy az életben bénán működj, tessék együttérzővé válni. Oké, és meg fogod látni, hogy az életedben mindent el fogsz bénázni. Oké? Ez most egy tanítás volt. Nem tetszik neked ez a tanítás? Sorry, mert te együttérző vagy, legyél, kit érdekel? Engem biztos nem. Oké? Engem az érdekel, hogy én nem akarok együttérző lenni, és nem is leszek. Világos ez? Mert más az együttérzés, meg az empátia. A beleérző képesség, érted? Beleérző készség. Hát most gondold végig, 16 vagy 17 óta mondom, de 17 óta biztos, hogy mondom, hogy
dolgozz többet, és legyen tartalékod. Azt is mondtam, hogy mennyi. 3 évnyi tartalékod legyen. Nem véletlenül mondtam ezeket. Tehát onnantól, mikor bejött ez az egész, és láttam, hogy itt nagy, tehát beindult, ugye jósoltam is, meg be is indult 17-ben, de akkor még ugye a lakosság nem látta. Onnantól rendszeresen mondtam, hogy legyen tartalékod. És 3 évnyi, és milyen 3 évnyi? Hát ugye azt mondtam, azt tanítottam, hogy annyi, amiből most éltek. Tehát, hogy ugyanazt az életminőséget tudjad biztosítani magadnak 3 évig. Érted? Az azért nem kevés, gondold végig. A legtöbb ember a füle botját nem mozgatta erre a kérdésre, aki ezt hallotta tőlem. Pedig sokan hallották, mert ezt erről a díjmentesben is beszéltem. Na most, mondom, egy olyan országban, ahol nincs háború. Érted? Most gondold végig, Ukrajnában nem kellett volna tartalékot képezni, és amikor azt látták, hogy az egész média arról szólt már hónapok óta, hogy az oroszok készülődnek, és akkor az egyik szakember azt mondta, hogy megtámadják, a másik szakember meg azt mondta, hogy úgyse támadják meg. Nem kellett volna akkor már abba gondolkodni időben előre, hogy jó, hát ha itt készülődnek, akkor mi meg távozunk. Nem menekültként, hanem még akkor távozni, amikor még nem kell menekülni, érted? De az embernek nem akkor kell távozni, amikor menekülni kell, hanem amikor előre látja a bajt. Érthető? De a legtöbb ember akkor kezd el menekülni, mikor már baj van. Ha bajban menekülni, nagy baj. Érted? Hát az embernek előrelátó, ezt hívják, az ember képes arra, hogy előrelátó legyen. Ezt úgy hívják, hogy előrelátás. Ha az ember előre látja a dolgokat, akkor időben lép. És akkor lép még, mikor nincs baj. Érted? És mire bejön a baj, akkor azt mondja, hogy kit érdekel, hogy baj van, hát mert nem is ott élek. Érted? Vagy legalábbis nem azt mondja, hogy kit érdekel, de sokkal kevésbé érdekel, mintha ott élnék, érted? És ez ebben a világban, ez ilyen alapfeltétel, érted? Alapfeltétel az, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor ezt a területet ott kell hagyni. Én nem hiszem, hogy valaki jobban szerette a hazáját, mint ahogy én szeretem, érted? Vagy szereti. De ha menni kell, akkor menni kell, érted? Miért akkor mennek el, amikor már baj van? Hát miért nem akkor mentek, amikor még nem volt baj? Persze, biztos volt, aki már időben elment, hát de a többség elment. Hát dehogy ment el. Tehát azért van itt belül ez a szürke állomány, hogy használjuk, nem? Tehát az ember, nem, ez nem azt jelenti, hogy felkészül a legrosszabbra, de most gondold végig, ha valaki fogta volna és már a háború előtt odébb állt volna, vajon nem járt volna jobban, mint hogy így a háború alatt menekül el? Érted? Hát gondold végig, ha most ugye olyan blokkok is vannak, hogy a férfiakat, mit tudom én, hány éves kortól, hány éves korig, biztos, hogy nem igazán engedik, hogy védjék a hazát. Hát és akkor mehetnek család nélkül, akkor meg mehettek volna családdal. Na most gondold végig, mit tudom én, mondjuk egy nő 2-3 gyerekkel mi a manót kezd idegenben? Ja, majd segélyből megél. Hát az aztán biztos egy király megoldás. Pedig ezek tényleg menekültek, nem olyan, mint az arabok meg a négerek, érted, akik jöttek migránsként ide, mert azok emigránsok voltak, ami azt jelenti, hogy sőt, nem is emigránsok, mert az egy rossz kifejezés, bevándorlók. Tehát a feketék meg a barnák azok meglett fiatal férfiak, tehát termőképes férfiak jöttek családot alapítani fehér nőkkel. Tényleg ezért jönnek? Nem másért.
És tudod, mit akarnak utána? Drága fehér nők. Azt akarják, hogy visszavigyék majd oda a Bádogviskóba. Érted? És akkor majd, mit tudom én, mondjuk Kecskér vagy Tevér eladják. Tudjátok, hány olyan emberről hallottam, nőről, aki hazamenekült, mikor kivitte a férje? Tehát itt Európában hozzáment, utána kénytelen volt kimenni a férjével, és utána úgy kellett a konzulátuson keresztül hazamenekíteni. És nem egy ilyen, nem egy ilyenről hallottam, és ez nem médiából hallottam ezeket, hanem vagy közvetlen ismerőstől, vagy közvetett ismerőstől hallottam. Érted? Tehát ők jönnének, hát én voltam kint többször ugye az araboknál, nyaralni voltam, és láttam, hogy hogy oda vannak a fehér nőkért. A fiatal arab férfiak. Hát azoknak tetszik, és jönnek házasodni. Nem más, ők nem dolgozni akarnak itt. Ők azt akarják, hogy itt beházasodnak, utána meg visszaviszik oda. Így volt mindenkivel, aki itt beházasodott, arabként idejött, vagy négerként idejött, egy idő után nyilván tisztelt volt a kivételeknek, akik itt maradtak, a többség az hazament. Hát hazament a rokonaihoz, családjaihoz. Hát most gondold végig, lehet, hogy te egyke vagy, mint én, lehet, hogy van egy-két gyerek, testvéred, érted? Nem valószínű, hogy sokkal több. Hát gondold végig, nincs neked olyan családszereteted, mint ahol 6-8 gyerek volt. Érted? Azt tuti. Tehát ahol 6-8-an voltak testvérek. Tehát ők sokkal jobban ragaszkodnak egymáshoz. Ezért fogja, bejön Európába, megszerzi a fehér feleséget, utána meg kiviszi. Azt beviszi, alapít egy háremet. Nem vicc, ez komoly. Mert ugye azokban az országokban mindenütt lehet. Ugye az iszlám megengedi a háremet. Ahol semmi gond nincs. És akkor ugye egyszer csak azt tapasztalja, hogy már mellette van másik feleség is. Meg egy harmadik. Nem vicc, ez komoly. Főleg, ha egy kicsit tehetősebb. Itt megszedi magát a segélyekből az arab, vagy a fekete, azt hazaviszi, érted, a mondjuk jó pénzért eladja. Nem vicc, komoly. Simán eladják. Simán eladják a feleségüket. Jó, már az akkor tudtam ezekről a dolgokról, amikor még nem is voltam nős. Mert volt egy olyan barátom, aki tengerész volt. Akkor még volt magyar tengerhajózás. És ő magyar tengerhajózáson hajózott, és ugye járták az arab világot is a magyar hajók, a magyar hajó kereskedelmi flotta. És ő megtapasztalta, és ő mesélgette nekem, mikor hazajött, hogy milyen világban, jó, aztán utána már nem ment ki, de milyen világban odakint. Érted? Már akkor mesélte. Ez nem most volt, hanem 40 évvel ezelőtt, igen. És most gondolod, jobb a helyzet? Azért, mert kirobbantottak forradalmakat az amerikaiak, érted, és azt hiszed, most jobb a helyzet. Hát addig legalább voltak ugye szigorú szabályok ezekben az országokban. Most, ahol ugye demokráciát hirdettek ezekben az országokban, hát elszabadult a liberalizmus. Azt hiszik, hogy minden szabad. Hát persze, de hát a liberalizmus meg a káosz az csak egy paraszthajszál választja el, semmi több. No, szóval lényeg az, hogy gyönyörű szép világban élünk, nem? De itt egy kérdés van. Nem az a kérdés sose, hogy mi zajlik a világban. Egy kérdés fontos. Mi zajlik otthon? Otthon nálad. Ez a kérdés. Érted? A többi az nem kérdés, hogy a világban mi zajlik, az a lényeg, hogy otthon mi zajlik. Érted? Meg lehet azt csinálni, egy olyan világban élünk, ahol az emberek figyelme az külső világ, és tök elromlik az otthoni lét. Mert az otthoni létre már nem jut figyelmük. Érted? Mert mit csinálnak mondjuk? Hát nézik a híreket.
hogy milyen új hír jött mondjuk Ukrajnáról.